Következik Molnár Stefánia, Társadalmi Tehetséggondozó Kollégium 9. évfolyamú diákja, Benedek Elek a Kecskemékák királya című mesével, felkészítője Méhesné Déli Bolya. Benedek Elek, a Kecskemékák királya. Elmondom nektek egy-két szóval, miért van a Kecskemékák királyának egy húp az oldalán. Réges-régen, még az ánti világban lehetett, a kecskebékáknak is volt ám királya, hanem ezt csak úgy hallották az emberek hírből, de nem tudták, hogy melyik közülük a király, mert mindegyformák voltak. Egyszer aztán egy király, egy igazi király kihirdette, hogy 100 pengő forintot ad annak, aki megmutatja neki a kecskebéka királyt. Az egész országban csak egy tátos fiú akadt, aki miről, miről nem. Elég az, hogy megismerte a királyt. Oda vezette a kecskebékák királyát a tóhoz, és megmutatta. Ihol, felséges királyom, ez a kecskebékák király. Erre megszólalt a király. Igaza van ennek a fiúnak, drekeke? Én vagyok a kecskebékák királya. Egyszer aztán odaadta a király 100 pengő forintot a fiúnak, de azon csak egy szár íz volt, semmi egyéb ruhadarab, nem tudta hová tegye a pénzt. Látta ezt a király, hogy nem tud vele mit kezdeni, és mondja. Add ide, majd én jól elrejtem, és ha szükséged lesz rá, majd visszaadom. A fiú odaadta, a béka lenyelte, de az úgy megakadt a gyomrában, hogy sem visszaköpni, sem megemészteni nem tudta, ezért egy nap nagy húk kerekedett az oldalán emiatt. Azóta könnyű felismerni a kecskebékák királyát, mert egy húk van az oldalán.